Amatőr felvételek bizonyítják, hogy szándékosan provokálták a Gyurcsány ellenes demonstrálókat Szekszárdon. Az összedi beszéd óta szinte mindennapos tüntetéseken résztvevők közül többen is azt állítják, hogy a rendőri beavatkozás előtt egy olyan férfi kötözködött a helyszínen, aki később a miniszterelnök fórumán beépített kérdező volt. A rendőrök Gyurcsány Ferenc tojásdobálással végződött látogatása előtt és közben is két embert állítottak elő. Ez a jelenet előzte meg azt a pillanatot, amikor a rendőrök durván közbeléptek. A kék dzsekis férfi erőteljesen a tömeg felé lökdöste a kezében árpádsávos zászlót tartó férfit. A rendőr sorfal mögül ekkor ugrott ki valaki, hogy a védelmére keljen. A tüntetők több kamerával is rögzítették az eseményeket, ezek alapján állítják, hogy az egész egy megrendezett jelenet volt. Egyértelműen kiderül, hogy provokációról volt szó, mert a bajtársunkba egyértelműen belekötött ez a provokátor, és a másik társunk pedig csak segíteni akart a bajtársunkon, tehát egyértelmű volt, és az is kiderült, hogy az sem derült ki, hogy a rendőrök miért pont a mi bajtársunkat teperték le, és a provokátor pedig miért nem. A rendőrök ekkor két embert emeltek ki a tömegből, percekkel később, amikor megérkezett Gyurcsány Ferenc, újabb kettőt. Őket azért, mert tojást dobtak a miniszterelnök felé. Szekszárdon az összödi beszéd kiszivárgása óta minden nap tüntetnek a város főterén. A résztvevők szinte név szerint ismerik egymást. Egybehangzóan állítják, a kék dzsekis férfinak semmi más szándéka nem volt, mint hogy hergelje őket. Már 4 órakor, mikor lejöttem a térre, már másik két emberhez is odament ez az úriember, és elég durva szavakkal kezdte őket sértegetni, illetve mondani nekik, hogy takarodjatok innen, mert nektek itt semmi keresni valótok. Tehát több emberbe is belekötött, köztük az ügyvédünkbe is. És erről is van felvétel természetesen. Tehát akihez lehetett, oda ment és megpróbálta provokálni, ahogy azt kell. Alig ért véget a csarnok előtti rendőri intézkedés, a verekedést kezdeményező férfi már a nagygyűlésen ült a nézők között. Kezében azt a papírt tartotta, amelyről felolvasta Gyurcsány Ferencnek az előre megbeszélt lakossági kérdést.